Szeretettel üdvözlöm Önöket, ez itt az OnLife főzőiskola, és ma megmutatom, hogy készül a csülkös savanyú káposztás bukta, ami nem azt jelenti, hogy nyersen van benne, ugye a savanyú káposzta, ami meg van pirítva, és tulajdonképpen akkor kerül hozzá a csülök, de ez majd csak akkor, amikor már kell a tészta. És kezdjünk akkor a tésztával. A tésztához 3,5 deci tejet meglangyosítottam, ebbe belemorzsolok 2,5 deka élesztőt, teszek hozzá egy nagyon pici cukrot, és hagyom ezt az egészet így langyos helyen, hogy egy 15 perc alatt felfusson. Ezután 50 deka finom liszttel, egy egész tojással, a maradék cukorral, ez egyébként 3 evőkanálnyi cukor volt, amit kimértem, és 10 deka olvasztott vajjal egy kelt tésztát dagasztok. Ezt, amikor hólyagosra kidolgoztam, és elválik az edény falától, letakarom, és pihentetem meleg helyen 50 percig. Ez alatt a tészta duplájára kell, nekem meg van annyi időm, hogy elkészítsem a tölteléket. A tésztát bedagasztottam, lehet látni, nagyon szép, lágy, elválik az edény falától. Ezt letakarom, és ugye ahogy beszéltük, ez egy olyan 45-50 percen át kelni fog. Ez alatt elkészítem a tölteléket. A töltelékhez egy lábasban mondjuk egy 2-3 evőkanál olajat megforrósítok. Ráteszek 1/2 kiló savanyú káposztát, amit előzőleg átmostam, hogy ne legyen annyira savanyú, illetve sós, és néhány vágással ezt én rövidebbre aprítom, hogy a szálai ne legyenek olyan hosszúak. Ezen a zsíron nagyjából egy 1/2 óra alatt megpárolom, megpirítom. Közben azért, hogy ne égjen le, néha teszek alá egy kis vizet, de fontos, hogy a végén zsírjára sűrjön. A borsot már említettem, ezen kívül más nem kell bele, amikor kész, összeforgatom 25 deka főt, füstölt csülökkel, amit fél centis kockákra vágtam, ez a töltelék. A tészta megkelt, a töltelék elkészült. Feladat, a tésztát 30x50 centis téglalappá nyújtjuk, és ezután 10 centis négyzetekre vágjuk. Gyakorlatilag így 10-15 kicsi tészta lapunk lesz. Ezeknek a felénkeső oldalára csülkös káposztát halmozunk, utána egyenként föltekerjük, olvasztott margarinnal körbekenjük, és így sorakoztatjuk a tepsibe, ahol meleg helyen még egy olyan 25 percet pihentetjük. Akkor az összes kicsi tészta meg lett töltve, nincs más feladat, olvasztott margarinnal körbekenni őket. Itt érdemes arra ügyelni, hogy mindegyiknek az oldala is meg legyen kenve, hiszen egymáshoz fogjuk őket támasztani, és akkor tudjuk sütésnél szépen szétszedni, hogyha a vaj ugye engedi, hogy ezek szétessenek, nem kelnek egybe ezek a tészták. Itt gyakorlatilag 25 percig pihentettem, és utána 180 fokos sütőben, ez légkeveréses sütőben 165 fok, 32 percig fogom sütni.